Gyermekorvosként tapasztalatból tudom, hogy minden piszkos felületen szinte ezrével nyüzsögnek a baktériumok. Agresszív klór nélkül nem volt semmi esélyem ellenük. De most itt az új Bref. Rendkívüli zsíroldó és fertőtlenítő hatás. Klór nélkül. A Breffel búcsút inthet a makadt zsírnak, piszoknak és baktériumoknak. Minden olyan tiszta, hogy akár a padlóról is ehetnénk. Legyen biztonságban, legyen Breff a házban. Breff, mert igazán csak azt tisztít, ami fertőtlenít is. Sajnos nem lehet minden étkezés után fogat mosni. De bárhol, bármikor elrákadt egy új Aquafresh Protect szájápoló rágógumit. Az Aquafresh Protect háromszoros védelmet nyújt. Tisztán tartja a fogakat, csökkenti a fogszúvasodás veszélyét, és friss leheletet biztosít. Friss. Keresse az Aquafresh fogkrémek mellett. Aquafresh Protect. Háromszoros védelem bárhol, bármikor. Mai ajánlatunkból. Köszöntöm Önöket, Gyulai Balázs vagyok. Érvényesülnek-e politikai szempontok a magyar sportban? Mitől függ, hogy mennyit keres havonta egy élsportoló? És mennyiből gazdálkodhat egy egyesület vagy szakosztály évente? Ha kíváncsiak rá, tartsanak velünk az MMM következő adásában. MMM. Ma este 22 óra 5 perckor. Gyilkosok, akiket a Közel-Keleten hősökként ünnepelnek. Gyilkosok, akik saját lányaikat ölik meg, ha azok esküvőjük előtt elvesztik szüzességüket. Pillantás egy elképesztő világ kulisszái mögé. A Közel-Kelet, ahol az apák állnak lányaik meggyilkolása mögött. Majd élet az olajfúró tornyokon. Miért vállalják szívesen a munkát nem csak férfiak, hanem nők is egy szunnyadó vulkán tetején? Aztán mindannyiunk álma a piros, friss, kemény, soha el nem rothadó paradicsom és más csodazöldségek. Génmanipulált élelmiszerek, avagy a tudomány bűnbeesése. Végül a stúdió vendége lesz az az amerikai fiatalember, aki 8 háborús zónán, 17 országon át 70 ezer kilométeres utat megtéve járta be Marco Polo egykori útvonalát. Kalandok a múltból a jelenbe. Mindez szerdán 20 óra 55 perckor a Freidosszéban. A világ és ami mögötte van. Csütörtöki ajánlatunk. Megdöbbentő világ, Riporterek klubja 22 órától. Köszöntöm Önöket! Az ördögűzőkre egyre nagyobb szükség van. Ez bizonyítja, hogy a katolikus egyháznak Franciaországban az 50-es években csupán 5 ördögűző papja volt, ma pedig közel 100-an küzdenek a gonosz ellen. Jelentős részük nem is a katolikus egyház kötelékében tevékenykedik. Vajon kik ezek az emberek? Megtudhatják a Megdöbbentő világból. Tartsanak vele! Csütörtökön 22 órától Megdöbbentő világ, Riporterek klubja. Jó estét kívánok! Ezekben a percekben is túszdráma zajlik egy amerikai középiskolában, a Colorado állambeli Denverben. Pontosan nem tudni, mi történt. Szemtanúk elmondták, hogy lövéseket és robbanásokat hallottak. 8-an súlyosan megsérültek. Állítólag 2 fekete ruhás, álarcos férfi hatolt az iskola épületébe, automata fegyverekből lövöldözni kezdtek és kézigránátokat dobáltak. A merénylők jelenleg is fogva tartanak 17 túszt. A hírtelevíziók adásukat megszakítva élőben közvetítik az Amerikában zajló túszdrámát. 4 hete támadja a NATO Jugoszláviát, egyre több forrás említi a szárazföldi offenzívát. A csúcspolitikusok azonban, köztük Tony Blair is, kerülik az egyenes válaszokat. Pontosan egy hónappal ezelőtt bombázta először a NATO a jugoszláv katonai gépezetet. Egy havi intenzív bombázás után a NATO központban is egyre többször felmerül a kérdés. Sikerül-e csak légi csapásokkal elérni a kitűzött célt és véget vetni a koszovói etnikai tisztogatásnak? Meg tudja-e a NATO állítani a jugoszláv gépezetet, mielőtt Koszovó elnéptelenedik? Tony Blair, brit miniszterelnök ma Brüsszelben elmondta, a NATO stratégia egyelőre nem változik, és offenzív szárazföldi csapatok ellenséges környezetbe nem vonulnak be. A brit miniszterelnököt az RTL klubban NATO központban arról kérdezte. Szóba került-e Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott múlt heti megbeszélésén Magyarország szerepe egy esetleges szárazföldi csapatbevetés kapcsán? Tony Blair nem árult el részleteket a tárgyalásokról, de hangsúlyozta. Értékeli Magyarország elkötelezettségét a NATO akció mellett, annak ellenére, hogy az országot érzékenyen érinti a vajdaságban élő kisebbség biztonsága.
A NATO főtitkár helyettese több tekintélyes napilap és a cseh kormány is lehetségesnek tartja Jugoszlávia lerohanását, mi több a szárazföldi támadás lehetőségét nem zárta ki Solana NATO főtitkár sem. Oroszország pedig egyenesen biztos az offenzívában. A magyar kormány szerint viszont a támadás még terv szintjén sem létezik. A döntésről a cseh külügyminiszter számolt be. Elmondta, hogy a cseh kormány nem csak a szárazföldi egységek átvonulásával ért egyet, hanem azzal is, hogy a NATO repülőgépei a Jugoszlávia elleni katonai akcióban használhassák a csehországi repülőtereket. A kormány döntése azonban csak elvi lehetőség. A végső szót a cseh parlamentnek kell kimondania. Az egyik cseh lap felmérése szerint azonban az 5 parlamenti pártból 4 egyetért a kormány döntéssel. A magyar kormány jelenleg nem foglalkozik a szárazföldi akció lehetőségével. Annál többet írnak az esetleges akcióról a meghatározó európai és tengeren túli lapok. A Washington Post az újvidéki célpontok támadásának okát vizsgálva azt írja, a Dunahida kiiktatásával a NATO hatékonyan elszigetelheti a Vajdaságot Szerbia többi részétől, így a síkság kedvező betörési pont lehet a szárazföldi csapatoknak. Katonai szakértők szerint nem kizárt, hogyha az akció mégis bekövetkezik, akkor azt Magyarország területéről indítaná a NATO. Albániának és Macedóniának ugyanis rossz az infrastruktúrája, és a hegyvidék sem alkalmas a támadás megindítására. A szárazföldi akcióhoz több tízezer, vagy akár százezer katonára lenne szükség. A csapatok szállítása és a többi előkészület a katonák szerint 2-3 hónapig is eltarthat. Így ha a NATO még az őszi rossz idő beállta előtt meg akarja oldani a menekültek helyzetét, a szárazföldi akció megindításáról egy hónapon belül dönteni kell. Ma este ismét megszólaltak a légoltalmi szirének Belgrádban, Pristinában, Koszovó fővárosában robbanások hallatszottak. A jugoszláv-albán határon pedig először a háború kitörése óta tűzpárbajt vívtak a szerb és albán erők. Az Egyesült Államokban nyilvánosságra hozták, hogy 100 000 koszovói albán férfi egyszerűen eltűnt az utóbbi hetekben. James Rubin szerint ezek az eltűnt férfiak a Macedóniába és Albániába menekült csonka családokhoz tartoznak, azonban napok óta semmilyen hír nem érkezett róluk. Eközben a szerb tévé azt próbálja bizonygatni, hogy a NATO műholdjai által lefényképezett tömegsírok nem léteznek. Azt állítják, hogy a szövetség Jugoszlávia elleni propaganda hadjáratának részét képezik a felvételek. Szerintük számítógépes animációval készítették ezeket, mert egyébként Koszovóban egyáltalán nincsenek tömegsírok. A néhány napos határzár miatt hétfőn és kedden alig pár száz menekült érkezett a menekült táborokba. Elmondásuk szerint a szerb rendőrök mindenkit visszafordítanak, akinek nincs útlevele, vagy nem tudja kifizetni azt a 20 német márkát, amely az úgynevezett kilépési engedély ára. Lemondott Pelikán László az APEC bűnügyi igazgatóságának korábban felfüggesztett igazgatója. Az új vezető május 1-től Söllei János lesz, aki eddig az adóhivatal Jász megyei igazgatóságának elnöke volt. Exkluzív interjút adott az RTL Klubnak Radnai László, a tegnapi robbantásos merénylet célpontjának üzlettársa. Mindketten 20 hónapot töltöttek korábban előzetes letartóztatásban adócsalás gyanújával. Ennek ellenére a rendőrség többször összefüggésbe hozta őket a merényletekkel. Az egy hete történt tahított falui merényletnél korábban azt állította a Népszabadság, hogy a meggyilkolt Seres Zoltán testőre egy aktív rendőr is jelen volt a gyilkosságnál. Erre ma reagált az országos rendőrfőkapitány. Az nem merült fel, hogy rendőrtiszt jelen volt. Annyit tudunk, hogy egy aktív rendőrtiszta sértetnek bizonyos szolgáltatásokat szokott végezni. Gépkocsiját szokta vezetni, amikor szabad ideje volt, de az én eddigi ismereteim szerint gyerekkori ismerősök voltak, együtt jártak iskolába. A tegnapi szentendrei merénylet célpontja Csüllök Zsigmond értesüléseink szerint a körülményekhez képest jól van. A felrobbantott üzletember társa, a Kontikár másik tulajdonosa, Radnai László úgy véli, nincs összefüggése a tegnapi merénylet és a korábbiak között. Bizonyos csoport, nevezzük így, akik jogilag nem tudtak bennünket tönkretenni, így most más módszerekhez nyúltak. Szerencsére nem sikerült. A két üzletembert a rendőrség adócsalással gyanúsítja. Nemrég engedték ki őket 20 hónapos előzetes fogvatartás után. A rendőrség vezetői többször is összefüggésbe hozták az üzletemberek nevét az 1996 óta tartó leszámolásos robbantásokkal és gyilkosságokkal.
Az Aranykéz utcában felrobbantott Boros Tamás tett a két üzletemberre terhelő vallomást. Radnai László szerint ez a vallomás az ellenük folyó koncepciózus ügy része volt. Radnai László két magas rangú egykori rendőri vezető nevét is megemlítette, akik véleménye szerint Borost rábírták arra, hogy terhelő vallomást tegyen a Kontikár tulajdonosaira. Másfél évi hallgatás után jelentkezett a több százmilliós csalás miatt 1997-ben elítélt Tribuszer Zoltánné. Az üzletasszony a Komlói Városi Televízióhoz eljuttatott videóinterjúban igyekszik tisztázni magát az őt ért vádak alól. Tribuszer Zoltánné a vád szerint pilótajátékot szervezett, amelyben több tízezer délmagyarországi, főleg Baranya megyei állampolgárt rövidített meg, több mint 800 millió forinttal. Az asszonyt a rendőrség a mai napig nem találta meg. Tribuszer Zoltánné a felvételen azt állítja, hogy cége semmiféle pilótajátékot nem szervezett, hanem az akkori állami vagyonügynökség egyik privatizációs pályázatán vett részt. A pénzek eltűnéséhez bevallása szerint semmi köze nincs. Tényleg nem lett be.